A majd 2 órás ülésen született döntésekről a bizottság elnöke tájékoztatott. Ez volt az eddigi leghosszabb ülésünk, hiszen a mai ülésen kellett dönteni azoknak a jelölteknek a nyilvántartásba vételéről, akiknek a leadott aláírását a választási iroda még csak most tudta ellenőrizni. Minden ellenőrzés megtörtént, így a bizottság minden esetben döntést tudott hozni. 28-an kérték az nyilvántartásba vételüket, hogy valóban itt az egyes számú választókörzetben jelöltek lehessenek. A 28-ból a mai bizottságülés után annyit tudok tájékoztatni, hogy 17-en feleltek meg minden törvényi előírásnak, tehát 17 jelöltnek a nyilvántartásba vételét fogadta el a bizottság. 41 szervezet vett fel ajánlóíveket. Ezek közül ugye sokan már eleve nem jelentették be a választási irodának azt, hogy ők teljesítették a feltételeket, hiszen már maguk belátták, hogy nem tudták a szükséges 500 aláírást összeszedni. A többieknél, akik bejelentést tettek, tehát az ominózus 28, közülük jó néhány esetben el kellett utasítani a nyilvántartásba vételt, mert az érvényes ajánlások száma nem érte el a törvényben meghatározott 500-at. Tipikus hibának mondhatók az, tehát a nem megfelelő aláírásnál, hogy a választópolgárok, akik aláírták ezeket az aláíró íveket, nem a választókerületben lévő lakcímen vannak, tehát ez azt jelenti, hogy az aláíró ívre írt lakcímük az nem helyes, vagy nem az egyes számú választókerület területén van. Ez volt egy tipikus, és sajnos az is előfordult néhány esetben, hogy az aláírások a gyűjtő személyek a törvényi előírásnak megfelelően nem helyesen töltötték ki az ajánló ívet, magyarul a saját aláírásuk és nevük maradt le az ajánló ívről. Ebben az esetben a jogszabály szerint a íven szereplő valamennyi aláírást érvénytelennek kell tekinteni. A választási bizottság ezen felül komoly bírságok kiszabásáról is döntött. Volt olyan jelölőszervezet is, aki 5 millió forintos bírságot kapott. A jogszabály azt mondja ki, hogy a jelölőszervezeteknek a felvett ajánlóívekkel el kellett számolniuk, mégpedig ugye 3-áig, 16 óráig. És azok a jelölőszervezetek, függetlenül attól, hogy állítattak-e jelöltet, tehát bejelentették-e a jelöltjüket, vagy sem, ha nem adták le az összes felvett ívet, akkor a jogszabály nem teszi lehetővé, hogy a bizottság mérlegeljen, a bizottságnak hivatalból bírságot kellett kiszabnia. Ez a bírság, ez viszonylag nagy, hiszen ajánló ívenként a jelenlegi minimálbér 50%-a. A stúdió beszélgetést követően a jelöltek teljes listáját láthatják majd, kedves nézőink.